rendkívüli intézkedések az idősekre is külön figyelnek a járvány idején. Tilalom lezárta a DC Dunakom ZRT a paksi játszótereket. Razzia 221-en használták szabálytalanul a biztonsági övet Tolna megyében. A Telepaks híradóját látják, köszöntöm Önöket. Az idősek védelme érdekében rendkívüli intézkedéseket rendelt el Szabó Péter polgármester. A paksi kistérségi szociális központ munkatársai folyamatosan biztosítják a házi segítségnyújtást, és gondoskodnak az étkeztetés megoldásáról is. A 70. életévüket betöltött személyeket a magyar kormány is arra kéri, hogy lakóhelyüket ne hagyják el, a hozzátartozók, szomszédok pedig segítsenek az idős embereknek. A koronavírus járvány az idősekre jelenti a legnagyobb veszélyt, ezért Szabó Péter polgármester a napokban tartott sajtótájékoztatón arra kérte a lakosokat, hogy fokozottan figyeljenek oda a környezetükben élő idős embertársaikra, keressék és segítsék őket napi rendszerességgel. Az önkormányzat számos intézkedés bevezetésével segíti az egyedül élőket. Bárki kiválthatja ezeket a recepteket, nyilván a tojszám felmutatása szükséges, és most is arra buzdítom a lakosságot, hogy tegyük ezt meg az időskorúak érdekében. Ne várjuk meg, még ők fordulnak hozzánk segítségért, hanem próbáljuk velük keresni a kapcsolatot szigorúan telefonon, hogy el tudják-e látni magukat. A gyógyszerek kiváltása mellett az étkeztetés megoldását is biztosítja az önkormányzat, az ebéd kiszállítását a Paks Kistérségi Szociális Központ munkatársai végzik. A Paksi Közlekedési Vállalattól átcsoportosításra került 4 olyan személyautó, amely megfelel azoknak az elvárásoknak, követelményeknek, hogy kiszállítható vele élelmiszer. Természetesen a 4 autóhoz 4 sofőr is biztosításra kerül. Pakson is a járás területén élő idős embereket arra kérik, hogy amennyiben nem él a környezetükben olyan ismerős vagy családtag, akire számíthatnak, telefonon jelentkezzenek a Paksi Kistérségi Szociális Központnál, hiszen a házi segítségnyújtás továbbra is működik. Mivel a koronavírus járvány az idős korosztályra jelenti a legnagyobb veszélyt, határozottan arra kérik őket, hogy ne hagyják el az otthonukat és fontolják meg a kormány tanácsait. Kerüljék azokat a helyeket, ahol sokan vannak, mint például a piac, a zárt helyeket, kerüljék az érintkezést a lázas, köhögő, tüsszögő betegekkel, gyakran mossanak kezet szappannal is vízzel, kerüljék az ölelést, a kézfogást és a puszit, gyakran szellőztessenek otthonaikban, és egyenek vitamindús ételeket. Fontos, hogy a családtagok is most jobban odafigyeljenek az idős hozzátartozóikra. Vigyázzunk egymásra is, vigyázzunk az idősekre. Korlátozta szolgáltatásait az Erzsébet nagy szálloda. Az intézkedéseket azért hozták meg, ugyanis a koronavírus magyarországi terjedésének megakadályozására a kormányzat tett lépéseket korábban. A wellness részleg, valamint a kávézó 2020. március 17-től határozatlan ideig zárva tart. Az étterem további rendelkezésig csak 15 óráig tart nyitva. Ez időtartamban is kérik, hogy csak egészségesen látogassanak el hozzájuk. Amennyiben lehetőség nyílik rá, válasszák a bankkártyás fizetési formát. Tilos használni az eszközöket március 17-től, kedden kora délelőtt kezdték el körbekeríteni a játszótereket a DC Dunakom ZRT szakemberei. A koronavírus terjedésének megelőző intézkedései miatt vezették be a játékok használatáról szóló tilalmat. Nem csak a játszótereket érinti a szabályozás, hanem a szabadtéri kondigépeket és fitness parkokat is. Piros-fehér szalag, ezzel kerítették el a játszóteret a Barátság utcában, aki így szeretne szórakozni, annak most figyelembe kell vennie a korlátozást. A játékok használata tilos, erre külön tábla is figyelmeztet. Kalapács a kézben, így ütötték a földbe a karókat a DC Dunakom ZRT munkatársai, a Váci utca mögötti játszóteret kedd délelőtt zárták le, szalaggal kerítették körbe, és ide is került tájékoztató tábla. Paks város területén lévő közterületi játszótereket lezárjuk. Ez mind a koronavírus terjedésével kapcsolatos óvintézkedés. Kérjük a lakosokat, hogy ezeket az óvintézkedéseket tartsák be, és ne vigyék most a kisgyerekeket a lezárt játszóterekre. A korlátozás a fitness parkokat és kondigépeket is érinti, a tilalom betartását az a cég fogja ellenőrizni, amelyikkel korábban kötött szerződést a DC Dunakom ZRT a játszóterek épségének folyamatos megfigyelésére.
Az egyébként körbekerített játszótereket nem is nyitjuk már a mai nap, illetve az egyébként szabadon álló játszótereket körbe szalagozzuk, táblákat helyezünk ki, hogy a játszótér lezárásra került, és még egyszer hangsúlyozom, hogy ezeket az intézkedéseket és kérésket tartsa be mindenki saját és környezete egészségének érdekében. Paks polgármestere korábban arra kérte a lakókat, ha kimozdulnak otthonról, akkor is tartsanak be bizonyos szabályokat. Arra szeretném természetesen kérni a lakókat, hogy azért kerüljük a nagyobb csoportoknak a kialakulását, így is csökkentve természetesen a fertőzés kialakulásának a veszélyét. A játszóterek újranyitásáról a DC Dunakum ZRT külön értesíti majd a lakosságot. Razzia az utakon, 221-en nem használták a biztonsági övet, ez derült ki a rendőrség legfrissebb ellenőrzési akciójának adataiból. Volt, ahol a sofőrön kívül az utas sem kapcsolta be az övét, de akadt olyan utazó is, aki a kiskutyáját mutatta be a kamerába. A felvételen jól látható, hogy ő sem volt bekötve, a rendőrök bírságoltak is. Érkezik a szürke autó, egy rövid ellenőrzésre állították meg a rendőrök, az Erzsébet nagyszálloda előtt a napokban tartott ellenőrzési akciót a hatóság, főként a biztonsági öv használatát ellenőrizték, nem csak Pakson, hanem egész Tolna megyében. Szabálytalanságok egész sorát rögzítették a rendőrök a többnapos akcióban, volt, ahol a sofőrön kívül az utas sem kapcsolta be az övet, de akadt olyan utazó is, aki kiskutyáját mutatta be a kamerába, látszik, hogy közben nem volt bekötve. Megyeszerte zajlott a razzia, a cél az volt, hogy kiderüljön, kik és mennyien nem használják a biztonsági övet. Sajnálatos módon nagyon sok járművezető, illetve utasa akadt fent az ellenőrzésen, hiszen Tolna megyében a 3 nap alatt összesen 220 személlyel szemben intézkedtek kollégáim, olyanokkal, akik a biztonsági övüket nem használták. Ebből 173 olyan járművezető volt, aki lakott területen belül utazott biztonsági öv nélkül, és 20-an voltak azok, akiket lakott területen kívüli útszakaszon bírságoltak meg munkatársaink. A rendőrök az akcióban külön figyelték a gyermekülések használatát is. A munkatársaink ellenőrizték a járművezetőket, illetve a járműveket abból a szempontból is, hogy a gyermekbiztonsági rendszert használják-e. Egyetlen ilyen járművezető volt, aki úgy rögzítette gyermekét, úgy szállította gyermekét az autóban, hogy őt megfelelő módon gyermekbiztonsági rendszerben nem rögzítette. Lakott területen előutazó szabálytalankodóból 17-et, lakott területen kívül pedig 8-at találtak a rendőrök Tolna megyében. A fehér és rozé borok mellett a vörös borok domináltak a borbarátok legutóbbi klub estjén. A vendég Dula Bence egri borász volt, aki többek között kék frankost, kadarkát, kis burgundit, pinot noirt, valamint bikavért is kínált a poharakba. Nagyon jó információim vannak a borász kollégák közül, és ez nekem fontos, hogy itt egy olyan borklub van, amelyik szereti a borokat, szereti a borászokat, és kóstol. És utána mond véleményt, és nem előre. A Sebestyén és a Villa Tolnai pincészeteket követően márciusban is kiváló borász volt a paksi borbarátok vendége, az egri Dula Bence, a Dula pincészet tulajdonosa. A település határában 45 hektár szőlőültetvényük van a legpatinásabb dűlőkben, 15 fajta szőlővel, köztük kékfrankos, merló, kékmedok, tramini és otonel muskatájjal. Dula Bence családi hagyományokat folytat, borászatból doktorát, nemzetközi versenyeken zsűriz, Magyarországon és külföldön tanít, valamint a terméktanács elnökeként a közélet aktív tagja. A szőlőmunkákat és a borkészítést fiával végzi, míg a növényvédelem területén felesége alkot maradandót. Olyan emberekkel dolgozhattam együtt, akik tulajdonképpen a szakma nagyjai, és 73 évesen azt kell, hogy mondjam, hogy már engem is meg szoktak szólítani. Jó eső érzés ez, mert letettem valamit az asztalra, de ez semmiféle megnyugvásra nem ad okot, mert mai nap is küzdünk azért, hogy egy bort elfogadjanak, azért, hogy egy egri borvidék előrelépjen, azért, hogy a bikavér története az nem csak szexárt, hanem eger, és ez együtt kellene, hogy hungarikum legyen. Tehát még mindig vannak céljaim és vannak kitűzéseim, amivel a magyar borszakmába a együttműködés, a magyar borérdek, és túllépek ezen is, a Kárpát-medence borérdekeinek kell érvényesülni, mert a világ globalizálódik. A paksi összejövetelre 9 tételt hozott az egri borász, a fehér és a rozé borok mellett többek közt kékfrankost, kadarkát, kisburdungit, pinot noirt, valamint bikavért is kínált a poharakba.
A kiváló hegylevek mellé minden igényt kielégítő előadás párosult, így a borbarátok ismét magas színvonalú esten vehettek részt. A tervek szerint április 2. péntekén rendhagyó kóstoló lesz. Molnár András, a szexáni Amarilis étterem borszakértője kék frankos sorral érkezik a prelátus pincébe. Szerdán este megnövekszik a felhőzet, de csapadék nem valószínű. A változó irányú szél gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3, +3 fok között alakul. Csütörtökön napközben enyhén felhős idő várható, csapadék nem valószínű. A változó irányú szél gyenge marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet +16, +18 fok körül alakul. A híradó végén megköszönöm figyelmüket. További jó tévézést kívánok, viszontlátásra!